lelátón is figyelmet kérnék szépen. Barnabácsi hozott egy vendéget nektek, nagy szeretettel köszöntsétek. Sok szeretettel köszöntjük. Nagyon örömömre szolgál, hogy sikerült elhívni Mikit. Körülbelül 2 órája a vendégünk, és hát nem hazudok, ha 5 percenként nem keresik telefonon, akkor semmi. Hát nagyon elfoglalt ember lett, de úgy gondolom, hogy óriási megtiszteltetés a tábor résztvevőinek, hogy láthatták, és testközelből nézhetnek egy friss olimpiai ezüstérmest. Én azt gondolom, hogy itt a londoni olimpia a zsúdó számára egy siker olimpia. Miki ennek az egyik hőse, egyik fő résztvevője. Én azt hiszem, mint ahogy a biztos vagyok benne egyesületen belül is tudom mondani, hogy a gyerekek ott csüngtek a tévé előtt, és nézték a zsúdót, és követték, és otthon játszották le, meg az edzésen ők voltak, az Ungvári Miklósok, a Csernovicki Évik. Egyértelmű egy példaképet vártak már, láthatnak testközelből is, és ez egy óriási dolog számukra. Ungvári Miklóst természetesen megrohanták a gyerekek, hiszen mindenki szeretett volna tőle autogramot kérni. Mondhatni, majdnem nehezebb dolga volt, mint az olimpián. Már többen feltették ezt a kérdést, de természetesen egy olimpiát végigcsinálni, ez mindig nehezebb és rögösebb az út. Hát én azt mondom, hogy ezek már ilyen kellemes részei a dolognak az olimpia utáni. Tényleg forgottak, és azt mondtam, hogy engem ez hogy mondjam, örömmel tölt el, hogy tényleg ennyi gyerek, meg ennyi ember felismeri az olimpia után, és tényleg nem tudunk elmenni úgy, még majdnem, hogy ebédelni sem, hogy egy-egy kedves szó, vagy egy-egy gratuláció ne fogadna. A dicsekszel, vagy panaszkodsz? Hát ez inkább azt mondanám, hogy dicsekvés, és tényleg büszke vagyok arra, hogy végre valamit tettem az országon, mert igaz, nem egy tartósabb villanykörtét találtam fel, de tényleg itt a jövő generációért meg úgy érzem, hogy na, végre én is lehetek valakiknek, vagy valakire meg büszke. Mintha most is elnézést kérne igazándiból, hogy bocs, én csak ezüstérmes lettem, és azt hiszem, hogy a döntő után is sokakat megleptél ezzel a hozzáállással. Hát most nem szerettem volna elnézést kérni, bár most sem fölhozódott, akkor mindenképpen. Hát igen, egy kicsit még bennem van a mai napig, és úgy gondolom, hogy bennem is lesz ez az elveszített döntő. Amikor ott volt már a lehetőség, többen már átbeszéltük, hogy mit lehetett volna másként, vagy mit nem. Lehet, hogy kicsit kevesebb földharc kellett volna inkább állásból megoldani, de sajnos ez már egy elszalasztott lehetőség. Ott voltam a kapujában, nem tudtam élni sajnos vele, és hát ez persze, ez mégiscsak egy pofonnal jöttem le a döntőbe. Hát most elsősorban kedves felkéréseknek teszek eleget, mellette még az olimpiai társaimmal most volt egy ilyen közös kis összejövetelünk, de egyéb ilyen felkérések, tévé, rádió, és mellette én is próbálok, amennyit tudok edzeni, futok, mert hogy azért nem lehet megállni, nem áll meg a szekér, lesznek még Bundesliga, most futóversenyre is készülök, de alvással sokat nagyon nem tudok most foglalkozni. Nem csak te ugye, hanem az egész olimpiai csapat remekül szerepelt a Cselgáncsban. Adhat ez a sportágnak egy lökést Magyarországon? Én biztos vagyok benne, sőt meggyőződésem, hogy mindenképpen most ennek a nagy sikernek, mondhatom azt, hogy nagy siker, ugye Peking után most ismét 8 arany, ugye 4 ezüst, 5 bronz. Én azt mondom, hogy mindenképpen minden sportban most várható, hogy tényleg a utánpótlás az megdobódik, sokkal többen fognak sportolni. Hát a judónak meg én azt mondom, hogy megint tényleg 20 év után újra érmet nyertünk, nem is egyet, ugye nem kettő, Csernovicki Éva révén. Ez a kis lányoknak is, én azt mondom, hogy egy hatalmas példakép, és az országnak példaképek kellenek, pont ilyenek, mint a Csernovicki Éva, vagy most már majdnem, hogy mondhatom azt, hogy én, de az mégsem annyira igaz, vagy mondjuk egy hajtós, akivel itt találkoztam is. Ha már Hajtós Bertal a neve szóba került, Barcelona ezüstérmesét is meglepte Ungvári Miklós érkezése. Hát igen, én nagyon örültem neki, hogy a Mikit hallottam, hogy le fog ide jönni. Nagyobb párt
Ez jó. És nekem is meglepetés volt, mert csak tanak tudtam meg, hogy a Miki le fogod, én nagyon örültem neki. Sajnos sorstársak vagyunk, mert az olimpián ő is második lett, én is második lettem. Mennyi idő kell megemészteni egy ezüstérmet? Mert ugye utólag minden körül elméltek neki, de abban a pillanatban általában nem szokta. Hát figyelj, szerintem ezt, ha az ember az életében nem felejti el, soha ezt nem lehet megemészteni, mert csak második maradtál. Úgyhogy akármit megtesz az ember érte, de ha Magyarországon az első, tehát olimpiai bajnokok számítanak, szép az ezüstérem is, meg a bronzérem is, de tudod, ezt nem fogja szerintem egy ember soha megemészteni élete végéig. Hungvári Miklósnak is valószínűleg nehezen megy az emésztés, hiszen 4 év múlva a riói olimpián is ott akar lenni. Mindenképpen szeretném még, hát hogyha nem is a olimpia, hát de, én azt mondom, hogy aktívan, egészségesen élem az életemet, sérüléseket lekapogom valahol itt képzeletbe, mert nincsenek úgy komolyabbak. Mindenképpen 4 évet még szerintem megcsinálok. Igaz, az nem árulok el nagy titkot, hogy nem ebbe a súlycsoportba, 66 kilóban szerintem most szakítottam, lezártam ezt a 2 évtizedes korszakomat. Mert pont 2002-ben nyertem az első Európa-bajnokságomat, szerintem elég volt, 73-ban még tudok és oda tudok érni az öcsémmel ketten, vagy majd csak későbbiekben 81-ben, mindenképpen ott szeretnék lenni. Ugye jövőre Európa-bajnokságban, Magyarországon mi tartjuk az EB-t, ott minél jobb szerep. És remélek magamtól és meg a magyar csapattól. Pillanatilag egyébként hány kiló van? Most nem értem már, de szerintem most a mai bajai finom halászló ez is megtette hatását. Azt mondom, hogy súlya megvan, még egy kicsit több is, ez a plusz 4-5 kiló megvan, olyan 70-71 lehetek. Voltam már itt persze többször, nem az első alkalom, hogy Bajára látogatok. Én anno fiatalabb koromban is, sőt az előző olimpián is készültem itt ebbe a bajai táborba. Kellemes visszatérnem nekem ide, nagyon szeretem a partot, magát az ételeket, ugye nagyon jó halászlevet, mint volt, említettem, csinálnak. Meg régi barátok, klubtársak, szülővárosa, abszolút pozitív. A régi klubtársaknál tartunk, szerinted Hammer Erik mikor fog felállni az olimpiai dobogóra? Hammer Erik, hát nem tudom, most ahogy beszélgettünk, most annyira már aktívan nem sportogat, de bízom benne, hogy neki is adtam egy löketet, és most újra judóját ölt magára, és azt mondja, hogy cél Rio, megüresedett a 66 kg, hogyha nem szeretne 60-ba, akkor irány Rio, és bízom benne, hogy majd ott